A kocsisor még csütörtökön is lassan haladt az M1-es autópályán Hegyeshalomnál. A rendőrök napok óta ellenőrzik a kamionosokat, akik azt mondják, nagyon lelassítja munkájukat a folyamatos ellenőrzés. Habár ezúttal már nincsenek több 10 kilométeres sorok, így is voltak, akik több órát várakoztak, hogy átléphessék a határt. 2-re kellene most odaérjen, nem érek oda. Ilyenkor a kötbért nem tudok kifizetni majd. A kamionosok között voltak, akik a távoli úti cél miatt úgy vélték, hogy a hétvégéjük is rámegy az ellenőrzésre. Mi ketten vagyunk, 21 órában sokszor nem férünk bele. Nem érünk oda a címre, meg kell előtte lehet valamikor egy órával állni. Nem tudunk odaérni. Most egyébként hogyan áll az időpontokat, te hova szállítanak? Hát most Franciaországba megyünk. Hát talán még szoszó. Ha Németországban nem lesz tau, akkor odaérünk, hanem akkor ugrott hétvégézünk in Franciaországba. Személyautókat is ellenőrzik a hatóságok, de nekik nem kell annyit várakozniuk, mint a teherautósofőröknek. Az elmúlt napokban nem csak az osztrák, hanem a magyar határőrök is szúrópróbaszerű ellenőrzésbe kezdtek, ők az Ausztria felől érkezőket állítják meg.